magához. Hát szerintem az ember nem talál szavakat. Itt az az igazság, hogy arról beszéltünk a kolléginákkal és a régi barátokkal, régi sorstársakkal, hogy úgy mondjam, hogyha egy 20 évet visszapörgethetnénk az időt, és oda átplantálhatnánk ezt a csarnokot, akkor biztos, hogy boldogan játszana mindenki itt hazai meccset. Úgyhogy hát benne van minden. Én szerintem technikailag is nagyon ott van, és tényleg csúcs technika, úgyhogy tetszik. Mesebeli, nem tudok más mondani rá, tehát az ember, amikor idejött és azt mondtuk, hogy avatunk egy csarnokot, akkor ugye nem ilyenre gondolt, tehát nem volt a fejemben az, hogy ezért egy 20 ezer csarnok, az körülbelül mekkora. Hát ez felülmúlja minden képzeletemet, tehát szenzációs. Tehát én játszottam rengeteg jó csarnokba, nagy csarnokba, de ez abszolút top első. Fantasztikusan szép, nagyon-nagyon jó. És hát tudja, hogy a fiúknak is olyan lesz, mint nekünk volt 82-ben a nagy csarnok. Ahogy Gódorné Nagy Marianna is említette, a magyar kézilabda hírességek csarnokába beiktatott klasszisok között bőven vannak olyanok, akik átélhették azt, ami a férfi kézilabda válogatottunkra vár a januári Európa-bajnokságon. Pontosabban volt részük abban, milyen hazai közönség előtt játszani egy világversenyen, azt viszont ők sem tapasztalhatták meg, milyen 20 ezer magyar szurkoló előtt pályára lépni. Amikor ti 95-ben itthon játszottátok a meccseteket, akkor a körcsarnokban nem volt ennyi, és van egy anekdota, hogy hogyan növelték a nézőszámot, illetve az ülésszámokat, ezt elmeséled nekünk? Ez így van, ott is próbálták kiebb tolni, a mérkőzésre beljebb húzni, ide tolni, oda tolni, hozzáépíteni, toldozni, foldozni. Hát ezt nem kell toldozni, ez nagyon klassz ez a hely, úgyhogy én nagyon kívánom, hogy nagyon sok sportoló megélje azt, hogy teltház előtt játszhasson. Szerinted itt a fiúknak lesz olyan élményük, mint nektek volt a norvégok ellen, hogy tényleg még a csilláról is rogtak az emberek? Igen, hát volt ilyen, lesz ilyen, és remélem, hogy lesz olyan csapat, és lesz olyan rendezvény, amikor ez a gyönyörűség tele lesz, és egy olyan hangulatot tudnak majd csinálni a nézők, hogy a magyar játékosok eufóriába játszhassanak. Hogy emlékszel vissza arra a 82-es VB-re ott a Budapest sportcsarnokban? Fantasztikus élmény a saját közönséged előtt játszani hazai pályán, és ezt remélem a fiúk is így fogják tapasztalni. Ott milyen volt a hangulat? Teltház volt, ugye már sokan nem láttuk azt a VB-t, hiszen nem is éltünk. Igen, akkor még nem voltatok, így van. Először azt hittük és féltünk nagyon tőle, mindenhonnan azt lehetett hallani, hogy úgy se lesz tele, és csulig volt a csarnok minden mérkőzésen. Úgyhogy bízom benne, hogy a fiúknak is így lesz. Játszottam Svédországban nagy csarnokokban, játszottam Egyiptomban, játszottam Japánban, de azért ez a csarnok, ez én mindig ahhoz hasonlítom, hogy ez olyan, mint amikor a Real Madrid játssza a Bernabéu-ba ugye a mérkőzéseit, ugye csak annak a kézilabdás kicsinyített másra, tehát egy abszolút emeletes, ahol én fönn voltam a tetején, és alig látom már a pályát lassan, tehát valami félelmetes látvány, tehát ide nagyon érdemes kilátogatni. És a fiúknak, a csapatnak mennyire lesz félelmetes, ha esetleg ez a csarnok itt megtelik? Hát ez félelmetes nekik nem lesz, szerintem nekik ez egy akkora pozitív erő lesz, hogy itt nem lehet meccset veszteni. Tehát itt az a közönség, aki a magyar kézilabda válogatottat szereti, akiket én tudok, hogy legalább nem 20 ezeren vannak, hanem többiek, és ide kijönnek, és ők elkezdik buzdítani a csapatot, itt nem lehet más az eredmény, csak az, hogy nyerünk. Megfordítom, az ellenfeleknek félelmetes lesz ez a csapat. Hát az biztos jó, hogy olyan ellenfelek jönnek azért, akik már játszottak 5-6-8 ezer, 10 ezer ember előtt is, tehát nem fognak megijedni, de azért az biztos, hogy a lélektani pozitívum az nálunk lesz. Szerinted ez a jelenlegi magyar válogatott meg tudja tölteni ezt a csarnokot? Hát a három csoportmeccset mindenféleképpen, de onnantól kezdve, hogy a csapat tovább jut, már pedig miért ne jutna tovább, szerintem nagyon jó válogatottunk van, onnantól kezdve garantált a teltház. Ti tervezetek ki ez valamelyik mérkőzésre? Mindenféleképpen, mert ilyen hangulatot ezt át kell élni. Tervezed, hogy jössz ki valamelyik mérkőzésre? Hát reméljük, hogy lesz szerencsénk, és ki tudunk jönni. Tervezünk, hát meglátjuk, hogy hogyan alakul. Mit vársz a fiúktól? Ugye az elmúlt két virágvésen nagyon jól sikerült, sőt meglepetésen nagyon jól sikerült. Én mindig optimista vagyok, és játékos-centrikus. Nagyon bízom bennük, mindig próbálja az ember optimistán nézni a jövőt, úgyhogy ha az a plusz egy fő, amit nyújt a néző meg lesz, akkor reméljük minél előbbre végeznek.
Mi kell ahhoz, hogy itt a fiúk teltházat produkáljanak? Én bízom benne, hogy teltház lesz, és ez nagyon fogja motiválni őket, ebben is biztos vagyok. Mennyire követed a férfi kézilabdát jelenleg? Mit vársz a fiúktól ezen az Európában? Abszolút, követem minden kézilabdát. Ugye nem utazom oda, mert otthon kényelmesebb a tévé előtt, de nagyon szurkolok a Veszprémnek is, a Pik Szegednek is, és természetesen nagyon fogok szurkolni most januárban. Ugye nagyon jól sikerült nekik a 2 évvel ezelőtti EB, majd a VB-n 5-ek lettek. Most mit érednek itt a hazai közönséggel? Szerintem nagyon jó kis társaság, sok fiatal van benne, és biztos vagyok benne, hogy mindenki abszolút motivált lesz.